Sziasztok! A mai ismét egy terméktesztes videó lesz. Tulajdonképpen ezekről a termékekről nem terveztem terméktesztes videót készíteni, viszont a múlt héten pont megláttam, hogy még mindig kaphatóak. Én abban a tudatban voltam, hogy ez egy limitált kiadás volt, de ezek szerint mégsem. És arra gondoltam, hogy akkor miért is nem mutatnám meg őket nektek, mert alapjáraton nagyon elégedett vagyok velük. Még karácsonyra kaptam egy Rituals termékszettet, és az ebben lévő négy terméket szeretném gyorsan bemutatni nektek. Amit tudni kell ezekről a termékekről, hogy mindegyikben megtalálható összetevőként az indiai rúzsa. Úgyhogy alapjáraton egy nagyon orientális, különleges, testes, rózsás illata van a termékeknek. Persze emellett más illatjegyek is kibontakoznak attól függően, hogy milyen egyéb összetevő tartalmaz az a egy-egy produktum. Kezdjük azzal, ami talán így a legkevésbé nyűgözött le. Hozzá kell tennem, hogy ezt a terméket is nagyon szeretem, de így a többi hármat azt így sokkal jobban preferálom. Ez nem más, mint a Yogi Flow tusfürdő, ami tulajdonképpen nem is tusfürdő, hanem egy ilyen tusoló zselé, amit hogyha kinyomunk a tenyerünkre, akkor először ilyen géles zselés állaga van, ami használat közben átvált habbá. Úgyhogy olyan, mint hogyha egy ilyen borotva habbal zuhanyoznánk tulajdonképpen. Nagyon kellemes illata van, viszont ez az a termék, aminek az illata a legkevésbé marad meg a bőrömön. A többiek illatát azt a zuhanyozás után, nem is tudom, szerintem egy-két órával is érzem még magamon, ezt így nem. Viszont elégedett vagyok vele, szeretem használni, de ezért az árért, amennyibe ez kerül, azt hiszem, hogy ilyen otthon 2500-3000 forint körül lehet az ára, ennyiért nem hiszem, hogy újra venném, mert annyira különlegeset nem tud. Amúgy 200 ml-es a kiszerelése, az adagolója, hát a zuhanyzófülkéből hoztam ki, hogy egy kicsit vizes, az adagolója teljesen olyan, mint a borotva zseléknek, így ki kell, ezzel a kis pumpás fejjel ki kell nyomni belőle a zselét. Ahogy mondtam, alapjáraton szerintem jó, és tudom, hogy nagyon sokan szeretik. Például a barátnőm is megkapta ezt a szettet karácsonyra, és tudom, hogy neki ez a kedvence így az összes termék közül. Valamiért én ezt így annyira nem tartom forradalminak, úgyhogy el fogom használni mindenképpen, mert ahogy már mondtam, szeretem, de ez nem az a kategória, amit esetleg utána újra is vennék magamnak. A következő legyen az, amit már szinte teljesen elhasználtam, ez a Honey Touch testápoló. Ezt szerintem látjátok, hogy remélem, hogy látjátok, hogy kb. Még ilyen két használatnyit fogok tudni majd kipréselni belőle. Amúgy ez egy 70 ml-es kiszerelés volt, gondolom, hogy van ennél nagyobb kiszerelés is, csak ugye én ezt egy szedben kaptam, azért ekkora valószínű. A csomagolás tök egyszerű, nem pumpás, ugye akárhány ilyen videón van, mindig elmondom, hogy nekem az a kedvencem, viszont így is nagyon kellemes. Ebben is van ugye, mint ahogy minden termékben, indiai rózsa, és himalájai méz, hát nem tudom, hogy ez milyen különleges méz lehet, hogy mit tudhat, viszont tényleg nem is tudom, hogy mondjam, én szerintem lehet érezni rajta egy kicsit a rózsa mellett a méz édességét is. Nagyon szeretem ezt a testápolót, mert használat után nagyon-nagyon gyorsan beszívódik a bőrbe, egy nagyon kellemes illatot hagy maga után, kellemesen hidratál, azt nem mondom, hogy így ez a hidratáltság ki is tart napokig, mert az nem igaz, viszont így napi használatra szerintem ez egy tökéletes testápoló lehet. Úgyhogy őt jó szívvel tudom ajánlani, és ilyen testápolóból szívesen vennék magamnak máskor utánpótlást. Aztán jöjjön egy másik nagy kedvencem, a Testradír, ami először megmutatom, így néz ki. És ebben is van édes mandulaolaj, és ugye természetesen indiai rózsa. Ennek a kiszerelése, remélem, hogy megtalálom valahol. Igen, 125 g-os. Nekem már volt másik testradírom is a Himalaya Herbals, a Rituals-től. Igen, a himalájai testradíról jutott eszembe a Himalaya Herbals, mindegy. Volt más testradírom is már tőlük, és azt hiszem, hogy annak nagyobb volt a kiszerelése, sőt, biztos is vagyok benne, mert emlékeim szerint kb. Ekkora volt a csomagolása. Úgyhogy gondolom, hogy ez is csak az én szettemhez járt ebben a méretben. Én nagyon-nagyon szeretem a Rituals testradírjait, abból, amit már előzőleg vettem, abból kettőt égét is elhasználtam, ha bár borsos az ára,
Azt hiszem, hogy azt ilyen 10-16 euróért vettem. Viszont tényleg nagyon-nagyon-nagyon jó. Ezt a testradírt is nagyon szeretem. Tényleg érezhetően radíroz, úgyhogy nem annyira kíméletes a bőrrel, vagy hát igen, ezt érezni lehet, hogy tényleg leradírozzam. És emellett egy nagyon kellemes illatot hagy maga után, illetve a benne lévő olajnak köszönhetően egyben hidratálja is a bőrt, úgyhogy utána egyáltalán nem szükséges testápolót használni. Úgyhogy ez is az a termék, amit nagyon jó szívvel tudok nektek ajánlani, mert szerintem szuper, én nagyon szeretem. És az utolsó termék ebből a szedből, ami nekem megvan, az ez a Yogi Delight tusoló olaj. Amit látjátok, ebből is már nagyon-nagyon sokat elhasználtam. Ezt is nagyon szeretem. Hoppá! Közben kijött belőle a víz, mert ezt is a tusoló fülkéből hoztam magammal. Igen, ez egy 200 ml-es kiszerelés, ahogy látjátok, ilyen pumpás feje van. Itt ugye egyértelmű le kell nyomni, és így jön ki belőle az olaj. Először nagyon idegenkedtem ettől a tusoló olajtól, még előtte sosem használtam ilyen jellegű terméket, viszont azt kell, hogy mondanom, hogy ez így az abszolút kedvencem ebből a szedből, mert nagyon-nagyon szépen tisztítja a bőrt úgy, hogy egyben már azonnal érzed azt, hogy ápol is, hidratál is. Úgyhogy abszolút elégedett vagyok vele, ebben is indiai rózsa van és édes mandulaolaj. Úgyhogy én őt is nagyon jó szívvel tudom ajánlani. Az illata sokáig megmarad a bőröm, és ahogy mondtam, egyfajta hidratáltságot is lehet utána érezni, úgyhogy nem muszáj utána rögtön a testáplóért nyúlni, legalábbis nekem nem. Úgyhogy szerintem ilyen tusolózselét majd fogok még venni magamnak a márkától, mert ez tényleg olyan termék, ami hát ezért nem lenyűgözött, de mondhatni, hogy lenyűgözött, amit nagyon megszerettem. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Írjátok meg nyugodtan, hogy ti, hoppá, itt van köszönöm Zsepi, hogy ti mennyire szeretitek a Rituals márkát, illetve hogy milyen termékeket használtok tőlük. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek, és további szép napot kívánok nektek. Sziasztok!